Kedves Sándor bácsi, most az evangéliumokat olvasom, amikor a Szent Szellem galamb formájában rászállt Jézus vállára, vajon mindenki hallotta az Atya hangját? Miért mondja akkor Jézus a János 5.37-ben azt, hogy az Atya hangját soha nem hallottátok, őt magát nem láttátok, hogy fér össze, vagy máshogy kell értelmezni? Válaszát előre köszönöm, egy 16 éves lány. Nagyon örülök ezeknek a kérdéseknek, ez is azt bizonyítja, hogy az iskolákban, vagy a hitoktatásokban sokon zajlik a Biblia tanulmányozása is, csak gratulálni tudok. Nagyon jó kérdés. Nem mindig adja meg a Biblia, hogy egy szózatot kihallja, kihallotta, de azt gondolom, hogy elsősorban Jézusra vonatkozik, de tény, hogy János 5.37-ben ott a farizeusoknak beszél Jézus erről, hogy nem hallották nem a hangját, és nem látták sohasem az atyát. Az alapelv, az alapigazság az, hogy az atyát csak a fiú ismeri, és a fiút is csak az atya ismeri, és mind a kettőt csak kijelentésből lehet megismerni, ráadásul az atyát csak a fiú által lehet megismerni. Tehát ez az alap tanítása az evangéliumnak, az Isten megismerésének. Tehát ha hallották is a hangot, nem feltétlenül gondolom azt, hogy fölismerték volna azt, hogy az atyának a hangja.